Személyes iratok, tárgyak, okiratok és eredeti jogi diploma a Nyíregyházi törvényszék második emeletének folyosóján. Egy elismert és köztiszteletben álló bíró bemutatása, akinek az életútja jelentősen befolyásolta a bíróság fejlődését és példaképű szolgált a fiatal bírák számára. Jantó László 1939-ben a Debreceni Törvényhatóságon kezdte pályáját, majd a Bicskei Királyi Járásbíróságon, a Székesfehérvári Királyi Törvényszéken dolgozott fogalmazói titkári beosztásokban. Bírói kinevezést 1944-ben kapott a Nagybányai Királyi Állásbíróságon. Katonai front szolgálata és hadisérülését követően a Nyíregyházi Állásbíróságon folytatta munkásságát majd a Nyíregyházi Megyei Bíróságon nyílt polgári ügyszakos tanácsvezetői bírói kinevezést. 1981-ben történt nyugdíjba vonulásáig 36 éven keresztül ítélkezett Nyíregyházán. A Nyíregyházi Törvényszék dísztelmében megrendezett bíróság történeti tálat mennyitóját nagy érdeklődés övezte, melyen az egykori bíró unokája Dezső Bálint prezentációval színesített előadása révén nyerhettek be pillantást az érdeklődők a bíróság történetébe. Nyakó Zsuzsanna a Törvényszék elnöke nagyra értékelte a bíróság gazdag és tiszt méltó múltjának bemutatását. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke által meghirdetett bíróság történeti pályázatra pályázott a törvényszék, és a néhai dr. Jantó László törvényszék, illetve megyei bírósági tanácselnök életútját dolgoztuk föl. a, a még a világháború előtt nyert bírói kinevezést, illetőleg azt követően a 70-es, 80-as évek elejéig ítélkezett a törvényszéken, illetőleg a megyéhez tartozó járásbíróságokon. Magának a történeti kiállításnak a tárgyi emlékeit itt a törvényszék épületében a második emeleten a díszterem előtt kiállítottuk, tehát például az ő jogi diplomáját, a szakvizsga igazolását, fényképeket az ő életéről, vagy kifejezetten ajánlom és javaslom megtekintésre, az ő egyik ítéletét gépelve meg lehet tekinteni. A jogász életpályához és bírói tevékenységekhez kapcsolódó iratok, jogi és kortörténeti dokumentumok június 15-éig tekinthetők meg a törvényszéken.